Mi a város területére esett bombákról próbáltunk képeket bemutatni, például itt a budaörti gázgyárban esett pusztítás, vagy a SZESZ-gyár, ami április 13-án teljesen elpusztult, gyakorlatilag 100%-os kár eseményről számolt be. Térképen és fotókon a pusztítás képei. Legalább 24 amerikai és szovjet légitámadás érte Győrt a II. Világháborúban. Ennek állít emléket a 24-szer a pokolban című kiállítás, amely az április 13-ai bombázás 80. évfordulóján nyílt meg az Esterházy palotában. A tárlat azt mutatja be, milyen város volt Győr a világégés előtt, illetve alatt, és miért válhatott az ellenséges repülők célpontjává. Nagyon fontos kiemelni a vagongyár szerepét, ahol fontos hadipari termékeket gyártottak, Messerschmitt repülőket, a Turán, a Botond harckocsikat, és hát Győr volt Budapest után a második legfontosabb olyan város, ahol jelentős hadipar volt. Az első teremben Győr mint polgárváros elevenedik meg. Korabeli filmhíradókon peregnek a múlt képei, a hirdetőoszlopot a Horthy korszak alakjai állják körbe. Láthatunk egy óvóhelyet és annak jellegzetes tárgyait, a vitrinekben pedig egyenruhák és egyéb felszerelések kaptak helyet. Mindenképpen kiemelném országosan is jelentős Szilbeck Béla gyűjteményét, aki az amerikai bombázókkal, illetve az amerikai légierővel, amerikai haditechnikával kapcsolatos emlékeket gyűjt, valamint a Hadtörténeti Intézet is támogatott bennünket egyenruhákkal, amik itt kiállításra kerültek. Virtuális szemüvegek segítségével barangolhatók be a Romváros utcái, de látható az a babakocsi is, amelyet csak Ménfőcsanaki csodaként szoktak emlegetni. Az egyik házban egy 10 hónapos csecsemő aludt, bomba találat érte a házat, teljesen megsemmisült, csak a külső falai maradtak éppen, viszont olyan szerencsés módon szakadtak be a gerendák a házba, hogy valahogy felfogták a többi törmeléknek a babakocsira történő rázuhanását, és a gyerek gyakorlatilag sértetlenül került elő a romok alól. Sértetlenül úszta meg az április 13-ai bombatámadást ez a Szent Flórián szobor is. Egy réfaluban élő család újonnan épített házában állt, amit szintén eltalált egy bomba. Egyedül egy fal, egy külső fal maradt meg ebből a házból, ahol a fülkében ott volt ez a Szent Flórián szobor elhelyezve, és egyedül ennyi maradt meg ebből az épületből, és a tulajdonos felesége látva a pusztítást, teljesen kétségbe esett, de ebben a kétségbeesésben egyszer csak felkiáltott, hogy Flóri, Flóri, te is csak magadat tudtad megmenteni. Az áldozatok folyosóján a 80 évvel ezelőtti támadás több száz áldozatának neve olvasható Dobos Vilmos fotóival illusztrálva. Ezen keresztül jutunk el az utolsó terembe, ahol Hadarics Gábor Halálos évszakok című filmje is megtekinthető a túlélők visszaemlékezéseivel. A kiállítás december 31-ig látogatható.